Területi igazgatói pozícióban vagyok most az UFOB-nél, és hát nem most, most már 10 éve, régóta. Házas vagyok, most már 3, lassan 5 éve, nem tudom. Bont nem számolom, és 3 éves kislányom van, őt Licának hívják. 10 éve dolgozom itt az UFOB-nél, jelenleg területi vezetői pozícióban vagyok, de most elsősorban én is anyuka vagyok, mint a Melinda. 2 éves múlt nemrég a kislányom. Aztán közben már az elején kialakult az érzés, hogy szeretném azt is, hogy hát ne egy átlagos életem legyen, tehát ne egy, hogy minél előbb független legyek anyagilag, hogy a családommal tudjak minél több időt lenni, és hát ez nem most, már régebben megvalósult, és nagyon boldog vagyok, hogy tényleg, amikor megszületett a kislányom, akkor minden időt vele tudtam tölteni. És én azt érzem, hogy ezt megtaláltam. Tehát, hogy én ezt szoktam is mondani, elmondom az ügyfeleimnek is, a munkatársaimnak is. Nekem soha nem volt ilyen a 10 év alatt, amióta itt dolgozom, hogy fúj, hétfő, mennem kell dolgozni, és ez mennyire szörnyű. Nem, én imádom a hétfőket, ha hétvégén, korábban, hogyha hétvégén dolgozom kellett, azt is imádtam. Most amire mellett azért nyilván jobban szeretem a hétvégét így közösen velük tölteni, mert akkor szoktunk valamilyen nagyobb családi programot csinálni. És hát átlag anyukák, ugye, akiket látok ügyfeleim, barátaim körében, akik nem ufóbések, sajnos nagyon komoly függőségbe kerülnek a gyerek születés után, és anyagi szempontból, és nem nagyon látom, hogy igen, hogy igen, tehát függnek anyagilag, gyakorlatilag attól, hogy visszamenjenek dolgozni, és azt látom például az óvodás helyzetekben, hogy ott vagyunk egy rendezvényen, és vagy anya, vagy apa nincs ott. Mi, a férjem is ugye velem együtt dolgozik, mi mindketten ott tudunk lenni bárhol. Tehát iszonyúan jó az, imádom ebben a munkában azt, hogy rugalmas az időbeosztás, abszolút magunknak tudjuk beosztani, hogy mikor mit csinálunk, akár mikor megyünk el nyaralni, mikor vagyok a gyermekemmel. És ennél jobb sikerkulcs szerintem nincs, hogy az ember saját magáért felelősséget vállal és megcsinálja, amit el akar élni.